Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében valósulnak meg a legnagyobb útfejlesztések 77 milliárd forint értékben. Megépül a 26-os főút Sajó-Szentpéter-Berente elkerülő szakasza, 4 nyomtávú lesz a 37-es főút Gesztely-Szerencs közötti szakasza, és megkezdődik az Y-híd megépítése is Miskolcon. A Miskolcot tehermentesítő út két ütemben valósul meg. Az első a Vörösmarty utca kapacitás bővítése, a második pedig az Y-híd megépítése. A munkák várhatóan már idén ősszel elkezdődnek 13,5 milliárd forintból. Egy nagy régi álmunk az Y-híd megépítése, és hamarosan el fog kezdődni. Természetesen ez több szakaszból áll, most az első két szakaszról tudunk beszélni. Az egyik a Vörösmarty út kapacitás bővítése, a másik pedig a vasúti híd megépítése. Ezek mind nagy volumenű útszakasz felújítások, mind a 26-os elkerülő szakasz, mint pedig az Y-híd megépítése is. Csöbör Katalin azt mondta, az elmúlt időszak eredményes lobby tevékenysége meghozta a gyümölcsét. Megépülhet a 26-os számú főút elkerülő szakasza is. Eljött végre az az idő, amikor a szócsatákat már valóban a tettek váltották fel a 26-os út ügyében. És ehhez kellett, hogy olyan vezetése legyen az országnak, amely fejlődő gazdaságot, folyamatos gazdasági növekedés és eredményeket tud elérni, és hogy ez az elkerülő szakasz megépülhet, hogy ide a szükséges milliárdok rendelkezésre állnak, az a fejlődő Magyarországnak az eredménye. A 10,5 kilométeres útszakasz 2022-re elkészül. A szerződést jövő év elején kötik meg. Az útépítés műszakilag nem lesz egyszerű, mert a Miskolc Báréve vasútvonalat és a Sajót is át kell hidalnia. A beruházás eredményeképpen Sajó-Szentpéter mentesül jelentős forgalomtól. 4 nyomtávú lesz a 37-es számú főút Gesztely-Szerencs közötti szakasza is. Összesen 77 milliárd forintot fordítanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei útfejlesztésekre.